Első alkalommal ült össze az új önkormányzati ciklus ifjúsági, sport és köznevelési bizottsága Szekszárdon. A bizottság elnöke Böröc Máté, elnök helyettesnek a szekszárdi kosárlabda szeretők által jól ismert Szabó Noémit választották meg. További tagokként Janó Attilánék, Lézli Brigitta, Jámbor Attila és Gál Attila is segítik a közös munkát. Elkezdünk kidolgozni egy olyan helyi támogatási rendszert, amely átláthatóbb és mérhetőbb szempontrendszerek alapján osztja el az egyesületeknek és bizottságoknak azt a városi támogatást, amelyből esetlegesen működhetnek, fejlődhetnek a közeljövőben. Döntöttek egy ideiglenes munkacsoport létrehozásáról, akik azon fognak dolgozni, hogy a sportdiplomáciai kapcsolatokat szorosabbra fűzzék. Javaslatomba a közeljövőben egy ideiglenes munkacsoport fog dolgozni azon, hogy az NSU, a Nemzeti Sportügynökség vérkeringésébe, ha szabad így fogalmazni, ismételten bekerüljön Szekszárd. Ez egy jelentősebb támogatási forma, amit a szekszárdi sportra, sportegyesületekre fordíthat a város, hogyha ismételten sikerül sikerrel pályáznunk. Ezen túl szekszárdi iskolások támogatása is napirenden volt a bizottság legutóbbi ülésén. Döntöttünk a Tanulj, hogy boldogulj pályázatról. Ez nem annyira ismert ez a pályázati forma. Szekszárdi iskolásoknak írta ki egy szekszárdi vállalkozás. 2017 óta működik, éves szinten nagyjából 10-15 diákot támogat ez a cég. Havi szinten 15 ezer forinttal nagyjából, tehát egy nagyon korrekt támogatási forma. A tagok többek között még elbírálták különböző sportegyesületek támogatási kérelmeit is.